Jó reggelt mindenkinek, és amikor azt mondom, hogy jó reggelt, akkor komolyan is gondolom ezúttal, ugyanis valóban reggel van, 6 óra, ilyenkor szoktam lejönni általában kumisszal sétálni, és most nem véletlenül most veszem fel ezt a videót. Egyrészt tegnap már nagyon fáradt voltam, úgyhogy nem volt rá energiám, másrészt pedig van egy célja annak, hogy most miért pont errefelé jövünk kumisszal sétálni. De még mielőtt erre rátérek, szeretném elmondani, hogy köszönöm szépen a segítséget, amit tőletek kapok, nem csak ezen a csatornán, hanem természetesen a szertáron is. Mondok két példát. Az egyik az az, hogy a tegnapi videóban két hibát is elkövettem. Az egyik az volt, hogy egy iterációs lépés kimaradt a folyamatból, ami a vázlataimban még ott volt, de hogy a tényleges kész anyagba miért nem került bele, arról fogalmam sincs. A másik pedig az, hogy póló helyett ollót mondtam. Fogalmam sincs, hogy ez hogy sikerült. Mindenesetre Oliver meg Tamás felhívta a figyelmemet a hibákra, és aminek nagyon-nagyon örültem, hogy nem trollkodva, bunkó módon destruktívan álltok hozzá, hanem tényleg segítő szándékkal, ezt lehet is érezni, és ez nekem tök jól esik. A másik pedig az, hogy Szlovéniában láttam egy fluoreszenciával kapcsolatos kísérletet, amit meg szerettem volna nektek mutatni, igen ám, csak hogy nem volt egy olyan UV lámpám, amivel jó minőségben ezt videón át is tudtam volna adni nektek. Úgyhogy írtam egy világítás technikával foglalkozó cégnek, hogy nem tudnának-e nekem kölcsönadni egy megfelelő UV-csövet, mert hogy több ezer forintba kerül egy ilyen, és néhány perces felvételért ezt nem feltétlenül szeretném megvásárolni. Amit válaszoltak, röviden összefoglalom, nem. Viszont ezután eszembe jutott, hogy mi lenne, ha kitenném a Facebook oldalra, hogy nem tud-e valaki kölcsönadni egyet, és 12 ember írt, hogy nagyon szívesen. És még aznap este találkoztam is Borival, úgyhogy a tranzakció megtörtént, nálam van az UV-cső, most már csak egyetlen dolog hiányzik a kísérlethez, és emiatt vagyok ebben a parkban. Gyere, kumisz! Itt található ugyanis hozzám legközelebb egy vadgesztenye. A vadgesztenyében van egy eszkulin nevű glikozid, ami UV hatására fluoreszkál. Azt, hogy hogy kell kivonni belőle ezt a fluoreszens anyagot, egy szertár videóban mutatom majd meg, amit ma este veszek fel, tehát holnap remélhetőleg kint lesz a csatornán. De most első lépésként egy kis darab ágat levágok róla, természetesen metszőollóval szakszerűen. Ennyi tízer után most megyek, játszom egyet kumisszal, aztán hazamegyek, megvágom ezt a videót, 7 órára nem lesz fenn, de igyekszem minél hamarabb megosztani veletek. Legyen szép napotok, sziasztok!